Rendkívüli volt az idei ballagás és tanévzáró a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. A részletekről Tóth Barna igazgatóval beszélgettünk. Március 16-a után digitális oktatási rend lépett életbe, ami a tanároknak, diákoknak sem volt könnyű. A refiben az elmúlt hetekben 73 diák érettségizett le sikeresen, szép eredménnyel. 200-at hiány 4 egész lett az átlag. Sikerült tartani még így azt a kiváló eredményt, ami évek óta jellemző a refire. A szóbeli vizsgák elmaradtak. Ez egyrészt öröm volt a diákoknak, hiszen az írásbeli után nem kellett tovább készülni. Az érettségi vizsgák nagyon szépen sikerültek, izgultunk miatta, hiszen tudjuk mindannyian nagyon jól, hogy március 16-a után a digitális oktatási rend lépett életbe, és hogy ez mit is jelentett a családoknak, a tanároknak, a diákoknak. 73 diákunk érettségizett, mindannyian érettségi bizonyítványt kaptak. Nagyon szép eredmények születtek, 200-at hiány 4 egészes átlagunk lett, úgyhogy nagyjából sikerült tartani még úgy is ezt a kiváló eredményt, ami évek óta jellemző azért ránk, hogy a szóbeli vizsgák ugye elmaradtak. Erről annyit kell tudni, hogy egyrészt öröm a diákoknak, hiszen az írásbeli után nem kell tovább készülődni még 6 hétig a szóbeli érettségire, viszont a rossz hír benne az, hogy ezek a szóbeli vizsgák azért jellemzően átlagosan egy olyan 10%-ot is akár emelhetnek az összeredményen, ami viszont a továbbtanulásnál esetleg majd hiányozhat. Úgyhogy emellett valóban nagyon örülünk, hogy mind a 73 diákunk sikerrel zárta ezt az időszakot, és ahogy mondtam is, érettségi bizonyítvánnyal engedhettük el őket. Rendhagyó, zárt körül volt a tanévzáró is a templomban. Itt adták át a bizonyítványokat és a jutalomkönyveket az alsóbb évfolyamosoknak. A ballagás is itt volt. Az iskolában 1-2 órás találkozása volt a tanároknak a ballagókkal. Majd egy rövid sétát tettek az alsósok és a vendégek nélküli épületben, majd átmentek a templomra az ünnepségre. Egy kicsit kivárásra próbáltunk meg játszani, vagy kivárásra szerettünk volna gondolkodni, hiszen azt tudtuk, hogy a különleges jogrend ideje alatt nem lehet nagyon nagy rendezvényeket szervezni. És hála Istennek ez június közepe táján megszűnt, és így volt alkalmunk egy zárt körű évzárót szervezni a templomban, ez június 18-án történt meg. Úgyhogy itt tudtuk átadni igazából a bizonyítványokat és a jutalomkönyveket az alsóbb évfolyamos diákjainknak, és a ballagást pedig 21-én vasárnap tudtuk megszervezni, mégpedig úgy, hogy itt az iskolában egy 2 óra hosszánk volt nagyjából a gyerekekkel való találkozásra. Nagyon érdekes alkalom volt ez, hiszen valóban nem láttuk őket, szinte csak az érettségi 2 napját kivéve, egészen március közepe óta, és a tantermek ugyanúgy fel voltak díszítve, viszont az iskola már összességében nem. Úgyhogy az osztálytermekben nem voltak alsóbb évfolyamos diákok, tehát gyakorlatilag egy ilyen nagyon különös hangulatú, rövidített sétát tudtak itt tenni. Tudtunk velük egy picikét még beszélgetni. Viszont a templomi rendezvény amellett, hogy szintén a templom főbejárata nem volt ugye díszítve, viszont belül nagyon szép volt. Ott ugyanúgy a 11-es diákok nagyon szépen összeszedték magukat és elvégezték azt a munkát, amit kellett, és ott viszont szinte teljes egészében meg tudtuk rendezni ugyanazt, amit egyébként április 30-ára terveztünk. Tóth Barna szerint már ott az ünnepség forgatókönyve a szokásos volt. Mégis más volt. A diákoknak 2 nap múlva nem kellett érettségire menniük. Már azon túl voltak. A gyegyeik ismeretében kicsit felszabadultabban ültek be a padsorokba búcsút venni az iskolájuktól. Egyrészt április végén nagyon hiányzott nekik, ha bár mindannyian tudtuk, és ők is ebben az országban éltek azért ebben a 3 hónapban, úgyhogy pontosan tudtuk, hogy mi miért történik. Tehát tudomásul vettük mi is és ők is. Vártuk azt, hogy mit tudunk mindebből pótolni. Érdekes volt az a hangulat, hogy a ballagás normális körülmények között úgy szokott történni, hogy benne van az emberben az az izgalom, hogy 2 nap múlva le kell ülni érettségi dolgozatot írni. Na most ez már nem volt, viszont ismertük ugye az eredményeket. Tehát egyrészt egy picikét talán könnyedebb volt a lelkünk, felszabadultabbak voltunk mi is, és ők is.
Másrészt örültünk annak nyilván, hogy egyáltalán sikerült megrendezni ezt az alkalmat, mert mégiscsak 4 évet töltöttek el ennek az iskolának a falai között, és nem csak erről a 3 hónapról kell, hogy szóljon a történet, ami március közepe óta ért bennünket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy összességében azért örültek neki, még hogyha nem is tudtak annyi vendéget hívni, mert még a templomban is nem tudtuk ugyanazt a létszámot produkálni a vendégek számára, mint amit szerettünk volna. Úgyhogy, de így is én úgy gondolom, hogy egy méltó alkalom volt ez, és talán jó szívvel fognak majd rá emlékezni. Bár kevesebb vendéget hozhattak, de így is szép emlék marad ez a nap számukra. Hamarosan kiderül, kit hova vettek fel.